Párosával lista alapján kezdték el összerakni a gondozási központ munkatársai és az önkéntes segítők azt a 190 csomagot, melyet a bátaszéki rászoruló családok kapnak meg húsvét előtt. Nagyszabású élelmiszerosztást szeretnénk az önkormányzat segítségével véghez vinni. Azt mondhatom, hogy a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan most másodszor, a tavalyi évben történt először. A karácsonyi tartós élelmiszeradományosztásaink ugye azok már sokkal régebbi időkre tekintenek vissza, de nagyon szeretnénk, hogyha a húsvétiból is egyfajta hagyomány lenne. A rászoruló családok részére szeretnénk tartós élelmiszercsomagot nyújtani, és ezzel segíteni őket a húsvéti ünnepek nehézségeiben, hiszen most a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel ugye egyre több család kerül egyre nehezebb helyzetbe. Most 20-szal több családnak segítenek a tartós élelmiszercsomaggal, mint a karácsonyi adományozáskor. Egyre nehezebb a családok helyzete. Nagyon sokan vannak, akik elvesztették a munkahelyüket, vagy éppen átmenetileg nem tudnak munkát vállalni. Ugye a mi családjaink közül, akikkel a szolgálatunk kapcsolatban van, közülük nagyon sokan vannak, akik alkalmi munkából élnek. És az alkalmi munka is ebben a helyzetben sajnos nagyon korlátozott, és nagyon-nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni. A veszélyhelyzet idején kiemelten fontos, hogy azokat a családokat próbáljuk megsegíteni, akik egyébként is szociálisan egy kicsit hátrányosabb helyzetben vannak, de ebben a járványos időszakban talán még nehezebb a megélhetésük. Egy hosszú évek óta zajló hagyomány, hogy az ünnepekhez kapcsolódóan az önkormányzat meghirdeti egy adománygyűjtési akciót, megszólítjuk a vállalkozókat, megszólítjuk a bátaszéki embereket, hogy akinek van lehetősége, próbáljon segítséget nyújtani egy olyan cél érdekében, hogy családokat tudjunk támogatni. Nyitott fülekre találtunk itt a húsvéti adománygyűjtő akció keretében is, hiszen többen megmozdultak, és többen anyagilag segítették ezt az akciót, aminek eredményeként mintegy 190 család számára tudunk húsvét előtt néhány nappal így 9000 forint összértékű csomagot biztosítani. A gyűjtésen mintegy 950 ezer forint gyűlt össze az adományok vásárlására, a fennmaradó összeget pedig közel 760 ezer forintot Bátaszékváros önkormányzata egészítette ki. Ezzel is szeretnénk kifejezni azt, hogy igen, a bátaszéki emberek bátran fordulhatnak az önkormányzatos segítségért, és a lehetőségünkhez mérten mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bármilyen módon segítsünk, jelen pillanatban, hogy az ünnepek egy kicsit jobban tudjanak eltelni. A csomagban tartós élelmiszer lesz, 9000 forint értékben vásároltunk, hát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hasznos dolgokat tegyünk a csomagba, de azért belecsempésztünk egy kis édességet is, egy kis boldogsághormont is a családoknak. A csomagok étolajat, tésztát, cukrot, lisztet, ételízesítőt, májkrémet, és hát amire azt gondolom, hogy nagyon fognak örülni, egy kis kötözött sonkát is fog mindenkinek tartalmazni. Ezen kívül folyamatosan várják az egyéb adományokat is a gondozási központban. Az intézmény vezetője kihangsúlyozta, a 190 rászoruló családban közel 130 gyermek van. A ruhaneműket folyamatosan gyűjtjük az esetlegesen a konyhai eszközöket, és ezeket osztjuk a családoknak még mindig, amire nagyon nagy szükség van. És legfőképpen azt mondom most, hogy a gyerekruhákra, és hát nem már a téli ruhákra, hanem a tavaszi és a nyári ruhákat, az, amit várnánk. A csomagok kiszállítása is igazi csapatmunka lesz majd. Nagy-nagy köszönet az önkénteseknek, hiszen a gondozási központ mellett az Emárosi Óda dolgozói is segítenek a csomagoknak az összeállításában, és hát a kiszállítás is egy összefogás eredményeként fog lezajlani néhány nappal húsvét előtt, hiszen mind a polgárőrök, mind a tűzoltók, mind a gondozási központnak a munkatársai fogják ezt megtenni, fogják biztosítani a járműveket, a sportolók például a buszt fogják majd biztosítani ez az akcióhoz. És hát azt gondolom, hogy ez így teljes egészében tényleg egy olyan közösségi összefogás, ami jelzi ennek a településnek az erejét is.